Sziasztok, üdvözlünk titeket egy újabb videóban. Itt vagyunk a... Igen, itt a Városligetben. Hát rengeteg program van itt a háttérben, hogy látjátok. Tele van gasztrosétánnyal, meg van itt mindenféle körhinta, meg minden, amit szemszájnak ingere. Úgyhogy nagyon sokan vannak itt kint. Szó szerint olyan területet nem lehet találni, ahol nincsenek emberek. Nyilván ugye ez egy nagyon régi hagyomány, hogy mindenki ekkor kijön a Városligetben, a gyerekkorban is nagyon sokan kijártak. Általában a budapestieknek a nagy kedvelt helyszíne, meg a turistáknak, úgyhogy nagyon sok mindent lehet itt látni, de itt csak körbenézni jöttünk. A mai videó nem erről fog szólni, hanem elmegyünk egy több mint 100 éves, hát mondjuk 100 éves, nincs, 85 éves villamost vadászni, úgyhogy hát fogunk majd menni a Móricz Zsigmond körtére, ott majd mindent el fogunk ezzel kapcsolatban mondani. Egyébként még egy nagyon fontos nap van a ma, nem csak a munka ünnepe, hanem mi az a esemény, amit te a mai naphoz tudnál társítani, kíváncsi vagyok. Hát pihenés napja, ez a munka ünnepe, de azon kívül van-e valami olyan, ami úgy gondolod, hogy ilyen érdekes? Hát kezdődik a nyár. Hát az is, de amit nagyon sokan nem tudnak, közben elkezdett fújni a szél, hogy 20 éve ezen a napon léptünk be az Európai Unióba. Tudtad? 2004. május 1-én, hogy 20 éve, kereken 20 éve vagyunk az Európai Unió tagja, és rengeteg rendezvény sorozat van, ugye nem csak itt a Városligetben, hanem a Városház Parkban, koncertekkel, meg minden egyébben várják az érdeklődőket, de ennyit szeretem volna erről elmondani. Menjünk át lassan a Móricz Zsigmond körtére, és akkor nézzük meg azt a villamost. Közben meg már itt vagyunk a Móricz Zsigmond körtéren azért, hogy elkapjuk a jó öreg villamost, és hát szerettem volna néhány szót beszélni azért róla, hogy miről van szó, mert egyébként a BKK oldalán is, ahol meghirdették ezt a menetet, teljesen hibásan szerepelnek az információk. És én utána olvastam a villamosok.hu-n, és egy F1A típusú villamosról lesz szó, amit a második világháború alatt gyártottak, hiszen megnőtt az igény a villamosokra, és ugye először csak felújították az 1500-as sorozatot, de aztán a végén úgy gondolták, hogy teljesen új acélvázas villamosokra van szükség, és a második világháború ideje alatt kezdték el gyártani ezeket a típusokat. Ugye először az F1-et építették át, majd aztán építették az F1A típusú villamosokat, és ez a villamos a 1530-as pályaszáma, ami érkezni fog, de egyébként nemrég szerzett vissza a főváros. Gyakorlatilag ez 1942-ben készült el, és elkerült innen a fővárosból, majd ezt nem mondom, visszavásárolták azt hiszem idén vagy tavaly, és felújították egy picikét, és most először állítják nosztalgia üzembe. Tehát én ezért tartottam fontosnak, hogy kijöjjek és ezt filmezzem, mert a többi nosztalgia villamosról már láttatok felvételeket, erről viszont még egyáltalán nem. Próbálom minél többször elkapni, ahogy tudom, csak ugye nagyon kiszúrt velem a BKK-m, mert a Facebook oldalán úgy hirdette, hogy meg ugye egy másik felületen, hogy 10 órától 16 óráig közlekedik ez a villamos, viszont a Budapest Go-ban csak úgy láttam, hogy délután 1-től délután 4 óráig 2-2 indulás lesz mindkét végállomásról, és egy olyan vonalon fog közlekedni, ahol még nem volt nosztalgia üzem, vagyis én nem emlékszem rá, egy ikonikus vonalon, amit mindenki szeret, ez a 41-es villamos vonala. Próbálunk több snittet majd Kamaraerdőben is készíteni, de először itt fogjuk elkapni a Móricz Zsigmond körtéren. Ja, és szavazatok Vitézi Dávidra. Ennyit még itt, mielőtt jönnek a snittek. Generációk találkozása. Thank you.
látjátok, nem minden fotós szereti betartani, azt, hogy nem állunk be a vágánytérbe. Vagyunk Kőérbereken ebben a gyönyörű szép időben, látjátok, nagyon sokan bicikliznek, illetve ugye itt van ez a nagyon szép tó, és meg a sportuszoda, és itt szeretném majd elkapni, és látszik, hogy a BKK kommunikáció nem épp a legjobb. Látszik, hogy délelőtt is közlekedett ez a nosztalgia villamos. Nem tudom, hogy a futárt miért nem lehet normálisan frissíteni, hogy a normál ember számára is világos legyen, hogy mikor és hogy közlekedik. Tudom, hogy futára nincs felszerelve, de a menetidőket simán be lehetett volna rakni normálisabban, mint ahogy ezt tették. Mindegy, hamarosan pár perc múlva elindul Kamara erdőtől, be a Móric irányába, és akkor lefilmezzük. Egyébként a teljes 41-es vonalon nagyon sokan állnak és próbálnak minél több fotót készíteni, mert valóban egy nagyon szép vonalat választottak ennek a nagyon szép, különös nosztalgia villamosnak. És közben Becske Andris is itt videózik, most találkoztunk, beszéltünk néhány szót. És közben pont jön a nosztalgia villamosunk. Rengeteg fotós ide állt be, mert itt Kőérbereknél nagyon szép képeket, snitteket lehet gyártani. Úgyhogy érkezik már a nosztalgia járművünk a egykori hévvonalon. Tényleg furcsa villamosokkal. Közben próbálunk fókuszálni. Nehéz már, ugye ívben jön a villamos, és nem egyenesen. Próbáljuk lekövetni a villamost. Már érkezik is. Sokan készítik a gyönyörű képeket. Én is innen akartam fényképet készíteni az egészről. És meg sem állt a csilinger, nem volt felszálló. Ennyi is lett volna mára erről a nosztalgia villamosról szóló videó, ami egyébként 82 éves, legalábbis a villamosok.hu szerint a BKK hatalmas mellénnyel állítja, hogy 85 éves villamos, tök mindegy, a lényeg az, hogy régi, második világháború korabeli, amit egyébként 1979-ben vontak ki a forgalomból, és most így, hogy visszaszerezték, felújították, újra lehetett utazni rajta. Egyébként nagyon nagy volt az érdeklődés, úgyhogy rengeteget késett ez a villamos, nehéz volt elkapni egy-egy helyszínen, de hogy tetszett neked így kívülről ez a kis csilinger? Hát szerintem szép volt, érdekes, hát most kezdődött a nosztalgia szezon, úgyhogy rengeteg ilyen villamossal találkozhattok, többféle típussal is szerte a városban. Próbáljátok ki, hogyha tudjátok, tegyétek meg. Én egyébként nagyon nem fogom filmezni ezeket a nosztalgia villamosokat. Kizárólag azokat a nosztalgia járműveket szeretném, amiről még nem volt videó, most közlekedik így először. Úgyhogy egyébként, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kövessétek be a csatornát, és
iratkozzatok fel, úgy értettem. Iratkozzatok fel a csatornára. És találkozunk legközelebb is. Legyetek jók, sziasztok!